9 perc múlva 8:30 koronavírus körképünk következik itt az M1 ma reggel műsorában, és ahogy megszokhattuk, kezdjük először az összesített legfrissebb járványadatokkal a nagyvilágból. A fertőzöttek száma, a koronavírussal fertőzöttek száma, mint láthatjuk, már jócskán meghaladja a 110 milliót, egészen pontosan 111 millió 351 ezeren fertőzöttek meg a vírussal, és csaknem 2,5 millióan hunytak el a vírus szövődménye. 2.466.000 ember az elhunytak száma. Jó hír viszont, hogy több mint 62 millióan már felgyógyultak a betegségből. Most pedig vissza Európába a folytatásban. Ma Olaszországba, Szlovákiába és Romániába fogunk kapcsolni. Ott vannak már felkészülten a helyszínen tudósítóink. Kezdjük Olaszországgal, ahol most kezdett el tetőzni a vírusmutációk miatti újabb járványhullám. Az ország több térségében szigorították a korlátozásokat. Ezzel egy időben az új római kormány új intézkedésrendszeren dolgozik, hogy az egy éve tartó egészségügyi válság ellenére fenntartsák a gazdaságot. Kezdjük tehát Rómával, Sárközi Júliához fordulunk. Hol vált jelenleg kritikussá a helyzet a különböző vírusvariánsok miatt, és mik ezek a bizonyos új intézkedési tervek, amin Mario Draghi kormánya dolgozik? Jó reggelt kívánok! Olaszországban az új betegeknek most már közel felénél mutatják ki az új vírus variánsok jelenlétét. Elsők között már régóta megérkezett Olaszországban a nagy-britanniai vírus mutáció, de Olaszországban van már a brazíliai, azonosították a dél-afrikait, az úgynevezett nigériait, és számos más helyi olasz vírus mutációt is azonosítottak. Az utóbbi egy év alatt az olasz egészségügyi szakértők több mint 100 vírus mutációt találtak, de erre azt szokták mondani az olasz szakértők, hogy a vírusnak pontosan az a dolga, hogy változzon, és a vakcinákkal kell egyensúlyozni a helyzetet. A járvány terjedése nagyon kritikus szintre lépett az Adriai tengerpart övezetében. Ancona városát és térségét a következő órákban lehet, hogy teljesen karantén alá helyezik a nagy-britanniai vírusvariáns terjedése miatt, és ismét gócponttá vált Lombardia tartomány, amelynek a Brescia város térsége, ez a járvány első hullámától kezdve mindig is kiemelt gócpontnak számított. Itt a vírus mindig erőteljesebben lép fel, ezt már megfigyeltük az első és a második hullámban is. Első óvintézkedésként az országban meghosszabbították a tartományok határainak a lezárását, a tartományok közötti közlekedés kizárólag csak munkavégzés vagy más súlyos indok miatt történhet meg, és az a zárás most március 27-ig, tehát március végéig meg lett hosszabbítva. Ezzel egy időben a Mario Draghi vezette kormány megkezdte munkáját, és az egészség és a gazdaság közös védelme az elsőrendű célkitűzése, ezért újfajta paramétereket akarnak bevezetni. Novembertől alkalmazzák Olaszországban a korlátozások szigorításának és az enyhítésének a váltását. Most a tartományok azt csürgették, hogy teljesen újfajta rendszerrel próbálják meg ugyanezt fenntartani az egészség védelmével, de úgy, hogy esetleg újra nyithatják a múzeumokat, a vendéglátást újra nyithatják az országban esti nyitvatartással is, a bárok és az éttermek esetében. Tehát látszik, hogy az ország gazdasága egy év elteltével nehezen tudja fenntartani magát. Az, hogy a kormány mit dönt, az a következő órákban derülhet ki. A tartományok, az egészségügyi hatóságok és az egészségügyi miniszter közösen fogja bejelenteni az új koronavírus járványtervet, ami az intézkedéseket illeti. Az egészségügyi miniszter minden esetre a szigorúság felé hajlik, és azt ismétli az olaszoknak most már napok óta, hogy minél kevesebbet menjenek ki az utcára, minél kevesebb emberrel találkozzanak éppen a vírus mutációk fertőzésének a terjedése miatt. Beszámoltunk arról is tegnap, hogy Olaszországban is elkezdik az orosz vakcinával való oltást, konkrétan San Marino köztársaság rendelt belőle. Csak röviden, tényleg egy fél mondatban, mikor kezdődhet meg a Sputnik V-vel az oltás? San Marino protokollt írt alá az orosz egészségügyi hatóságokkal, és áprilisban várja a Sputnik V orosz vakcina első szállítmányát azért, mivel az Európai Unión és Olaszországon keresztül alig érkezett vakcina San Marino köztársaságba. A 34 ezer fős mini állam lakosságának a 70%-át akarják beoltani még a nyár előtt.
hát még egy országgal több most már Európában, amely az orosz Sputnikvét is használja. Szlovákiával folytatjuk, ahol továbbra sem javul a járványhelyzet. A kormány még a múlt héten kért segítséget az uniós tagországoktól az egészségügyi személyzet pótlására. Az uniós segítségről és a legfrissebb járványügyi adatokról is kérdezzük most szlovákiai tudósítónkat, Nagy Emesét. Mi a helyzet tehát most a szlovákiai kórházakban, és mik a legfrissebb adatok, mit mutatnak a számok? Üdvözlöm a kedves nézőket! Szlovákia járvány rendkívül erős második hullámával küzd. A vírusmutációk jelentős mértékben elterjedtek és fertőznek az országban, hiszen az új esetek háromnegyedénél kimutatták a koronavírus brit mutációját, elsősorban ezért nem javul a helyzet. Gyakorlatilag november óta folyamatosan emelkedik a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma, most már napok óta 3800 felett van, és most már ott tartunk, hogy nem csak szakorvos, hanem nővérekből és ápolókból is egyre nagyobb a hiány, ezért az egészségügyi miniszter arra kérte az orvostanhallgatókat, hogy a nyári kórházi gyakorlatukat hozzák előrébb, és mielőbb álljanak besegítkezni valamelyik intézménybe. Az a 10 orvos és 25 nővér, akik az osztrák hadsereg állományából érkeznek, és az a 200 szabad hely a lengyelországi Novi Targi kórház intenzív osztályán, amit a szomszédos államok segítségként ajánlottak fel Szlovákiának, csupán szimbolikus segítség lehet, hiszen egy friss felmérés szerint legalább 200 kórház van kritikus állapotban, hiszen olyannyira hiányzik a személyzet, hogy legalább 20-30 szakember pótlására lenne szükség ezekben a kórházakban, és az elhalálozás aránya is nagyon magas, naponta átlagosan 100-an hunynak el a COVID-19 következtében, és hát nagyon sikertelennek bizonyul a kormány járványkezelése, ezért most már nem csak az ellenzék, hanem a kormánypártok képviselői is egyre többen azt követelik, hogy távozzon az egészségügyi miniszter, sőt a miniszterelnök helyettese televíziós interjúban úgy fogalmazott, hogy több nevet is fel tudna sorolni, akik hatékonyabban vezetnék a szaktárcát, és az államfő is, Matovics kormányfőt arra kérte, hogy rövidesen mást bízom meg ennek a járványkezelésnek a kezelésével, hiszen valóban kritikus a helyzet. Marek Krajcsi egészségügyi miniszter viszont egyelőre nem hajlandó távozni székéből, úgy véli, becsületesen végzi a dolgát, és minden tőle telhetőt megtesz. Ami viszont jó hír az oltással kapcsolatban, hogy megkezdődött minden 55 évnél fiatalabb pedagógus oltása, illetve az erre való regisztráció, és az érdeklődés a vártnál nagyobb, viszont egyelőre kevés erre is a vakcina, csak AstraZeneca-ból van erre a célra, és ezért egyelőre nem tudni, hogy az 55 évnél idősebb tanárok oltása mikor kezdődhet meg. Bár az oktatásügyi miniszter becslése szerint a tanév végéig minden pedagógus be lesz oltva, aki erre igényt tart, és összesítve egyenlőre az 5,5 millió Szlovákiában mintegy 268 ezeren kaptak vakcinát, ebből 95 ezeren mindkét adagot. Lenne ugye több oltás is, csak hogy kormánykoalíción belüli vita alakult ki a Sputnik V alkalmazásáról, mielőtt azt az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezni. Ebben az ügyben, csak röviden kérlek, van-e előrelépés a tárgyalások során? Igor Matovics kormányfő bejelentette, hogy kisebb csodát ért el, hiszen igazából titkos tárgyalásokat folytatott az orosz gazdasági miniszterrel, miután 2 millió orosz oltóanyag leszállítására kapott ígéretet. Ezeknek júniusig kellene megérkezni, viszont a kabinet még csütörtökön a legkisebb kormánypárt vétója miatt nem fogadta el az Sputnik V beszerzéséhez szükséges határozatot. Ezt az elutasítást a kormányfő nagyon élesen bírálta, de az Emberekért pártelnöke viszont úgy véli, hogy a nem bejegyzett vakcinaért a felelősséget kizárólag az egészségügyi miniszternek kell vállalnia. Egyébként a közegészségügyi hivatal és a járványügyi bizottság is a vakcina vásárlását ajánlotta a kormánynak. Jelen állás szerint viszont csak abban az esetben lehetne használni Szlovákiában ezt az oltóanyagot, ha annak forgalmazását az egészségügyi miniszter engedélyezné, de ezt ugye ő megteheti még azelőtt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség bejegyezné ezt a vakcinát, de egyelőre
hivatalos információk szerint a Igor Matovics kormányfő nem adott utasítást miniszterének arra, hogy ezt megtegye, csak újságírói kérdése válaszolva mondta azt, hogy ezt szeretné. Tehát egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy Szlovákia vásárol az orosz vakcinából. Feltehetőleg az oldhatná fel a konfliktust akkor, hogyha az Európai Gyógyszerügynökség is megadná szükséges engedélyeket. Romániával folytatjuk, ahol a beoltottak száma már meghaladta a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttekét, de a fertőzés terjedése nem lassul. Demeter Katalint kapcsoljuk most a részletekért. Hányan kapták meg eddig az oltást, és kiket oltanak, mely korcsoportot jelenleg Romániában? Köszöntöm a nézőket. Romániában most már valamivel több mint 800 ezeren kaptak legalább egy adag oltást, és több mint 500 000 embert mindkét adag vakcinával beoltottak. Szombaton haladta meg a beoltottak száma a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttekét, és összességében a 20 milliós Romániában már több mint 500 000 lehetnek azok, akik a betegségen átesve, vagy pedig a vakcina révén ellenállóvá váltak a koronavírussal szemben. Az oltáskampányban leginkább február első heteiben voltak fennakadások, amiatt, hogy a tervezetnél kevesebb vakcina érkezett. Mostanra azonban ismét gyorsult az oltások üteme, és a hatóságok azt ígérik, hogy ez tovább fog folytatódni. Ma reggel például az eddigi legnagyobb adag Pfizer vakcina, mintegy 200 ezer oltóanyag érkezik az országba, és a következő hetekben is legalább ekkora szállítmányokra számítanak az AstraZeneca, illetve a Moderna oltóanyagai mellett. Az egészségügyben dolgozók közül már csak nem mindenkit beoltottak, aki igényelt a vakcinát, és jelenleg a 65 év fölöttieket, a krónikus betegségekben szenvedőket és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat oltják. Közülük is most a tanárok oltását próbálják felgyorsítani Romániában is. Nekik azt ígérték, hogy még ezen a héten külön oltópontokat jelölnek ki. Egyelőre tehát Romániában azt mondják, tartható az a terv, hogy szeptemberig a felnőtt lakosság 70%-át beoltják. És stagnálnak már hosszú ideje az adatok, várható, hogy változtatnak a szigorításokon, az intézkedéseken? Március közepéig szinte biztosan maradnak a mostani korlátozások, addig van érvényben ugyanis a veszélyhelyzetről szóló rendelet. Ez főként éjszakai kijárási tilalmat, illetve kötelező maszkviselést jelent, ugyanakkor a vendéglők, a színházak, a mozik nyitvatartása településenként változik a helyi járványhelyzet függvényében, és így helyi szinten addig is folyamatosan lehetnek kisebb enyhítések, ott, ahol csökken a fertőzöttek száma. Az országos korlátozások enyhítéséről egyelőre azért sem tárgyalnak, mert bizonytalan, hogy milyen irányban mozdul el a mostani stagnálás. Az utóbbi egy hónapban, ahogy te is mondtad, nem lassult tovább a járvány. Azóta 35 ezer körül van az aktív fertőzöttek száma, és a kórházakban 7 ezer beteget kezelnek. Félő azonban, hogy a brit mutáns miatt Romániában is jöhet a harmadik hullám. Egyes szakemberek szerint a nagyvárosokban már a brit vírus törzs terjedése a meghatározó, és néhány héten belül az egész országban ez lehet a jellemző. A hatóságok tehát egyelőre egyensúlyozni próbálnak a szakemberek figyelmeztetései és a korlátozásokat egyre kevésbé tűrő lakosság igényei között. Demeter Katalinnak Romániából, illetve Nagy Emesének Szlovákiából és Sárközi Júliának Olaszországból köszönjük a tudósítást.